A főszerepben Gerard Kennedy, Oszter Sándor, Gus Mercurio, Gruber Hugo, Rod Maliner, Balázsovics Lajos, Christopher Pét, Korcsmáros György, Hugh Price, Beregi Péter. Zene Ron Edgeworth. Fényképezte Vincent Monton. Írta Patrick Edgeworth. Rendezte Russell Hagg. Ausztráliát soha nem rengették meg súlyos társadalmi válságok. Lehet, hogy ez volt az oka. Micsoda szép napunk lesz ma. Áldja meg az Isten, mister! Ereljetek ki mindenkit a térre! Külön lőpor. Se folytás. Ilyen egyszerű az egész. Na, mit szól hozzá? Örülök, hogy maga is így gondolja. Már el is kezdheti félretenni rá a pénzt. Mozgás! Ne lögdössön. Gyerünk! Vágy! Maga ott. Csak egy pár fillérem van. Itt mindenki fizet. Mi nem válogatunk. Ezért még mindannyian lógni fognak, meglátja. A bankárok fognak lógni, ha majd győznek a mieink. Ha túl sokat ugrál ez a pénzes zsák, golyód bele! Ide nézzen, mutatok még valamit. Kíváncsi rá, ugye? Akkor jó, megmutatom, hogy működik. Álljanak fel! Valaha nekem is olyan volt a bőröm, mint a tied. Valaha. Na, de egy nap mindannyian ide jutunk. Bizony, még te is. Na, kifelé? Mi már egyszer fizettünk a rendőröknek. Azt mondtam, hogy kifelé! De így nem lehet! Így nem lehet! Így nem lehetek az emberek közé! Emiatt ne aggódjon, magának úgyis mindegy. Figyelje ezt a mechanikát!
Egyetlen mozdulat és kész. A Yankee-től hozta, mi? Onnan bizony. Mégpedig egyenesen Connecticutból. Látja, ez a baj itt mi nálunk. Túl sok az amerikai járó. Ne ráncigáljon, alja! Mozog már, te! Ne rögdös, te neveletlen paraszt! Gyerünk, felállni! Mit akarsz még tőlem? Hagyjál nekem békét! Azt mondtam, kelj föl, te ribanc! Nem hallotta, hogy mire kérték? Engedj el azt a hölgyet. Még hogy hölgyet. Itt mi parancsolunk, mister, ha nem tudnád? De nem mindenkinek. Most már nyugodtan elmehetnek, hölgyeim. Meglátszik, hogy maga igazi úriember. És az úriembereknek mi nálunk ingyenes a belépés. Mi van itt? Csak egy kis félreértés. Intézzétek el! Barátaim! Drága barátaim! Ebben a hatalmas országban az ember sose tudhatja, honnan leselkedik rá veszély. Uton állok, mindenféle gyanús alakok. Épp ezért vessenek egy pillantást erre a csodaszép darabra itt. Ismétlő Winchester, töltőkarral, 20 hüvelykes acsű, 6 horonnyal húzagolva. És csupán 7,5 font a súlya. 44x40-es töltény kell hozzá. Ez a töltény 100 yard távolságon is szép nagy lyukat üt. Hát, hogyha még karnyújtásnyira van a célpont. Épp egy tucat golyó fér a tárba. És tudják, mi a legjobb benne? Ha az embernek olyan kedve támad, kilőheti az összeset, nem kell hozzá, csak 15 másodperc. Kívánják, hogy bemutassam? Ki a fene maga? Az ő régi jó barátja. Közpajtás. Különben Palmer a neve. Örvennek, Ben Dawson. Mi nem keressük a bajt. Jobb lenne, ha szép lassan elkotródnánk innen. Még inkább, ha ők kotródnának el innen. Nagyon hiszel a szerencsédben. És ez nincs is megtöltve. Csak tréfáltam. A barátom szerint kitűnő megoldás lenne, ha maguk mind gyorsan eltűnnének innen. És neki van igaza. Még hogy mi elmenjünk? Tudja, kik vagyunk mi? A Tiron fiúk. Nem mondja. És azok kik, ha szabad kérdeznem? Azt hamarosan megtudják, és megtudja majd az egész ország. Senki sem fog az utunkba állni. Ez a hely a miénk, és itt az történik, amit mi akarunk, ezt jól vésik az anyukba. Fegyvert eldobni! Amíg szépen beszélek. Sose szerettem a lövöldözést. Nekem se volt soha ínyemre a dolog. Bizony. Megszomjaztam egy kicsit. Hát igen, nagy itt a meleg. Én váltig úgy tartom, hogy őrültség a jövőnket egy ilyen senki házi kalandor kezébe tenni. Ez nem kalandor. Ugyan mi lehetne más ez a faragatlan csavargó? Teljesen mindegy, hogy minek nevezzük, de ő a mi emberünk. Sir Charles, értse meg végre, itt nem 10, de lehet, hogy 100 emberrel kell elbánni. Ennek az meg se kottyan. Parancs megtagadás miatt lefokozva? Olvassa csak. Csoda, hogy nem omlik össze nélküle a hadsereg. Megmondtam, hogy a mi emberünk. Ha ez a dolog kiszivárog, országos lázadás lett belőle. Senki nem tudhat róla. Senki a világon érti, amit mondtam. Azt hiszem, igen. És az amerikai fickóról mit tud? Eleget.